stúdiónk mai vendége, nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes úr. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, és köszöntök mindenkit. Esperes úr, a napokban a talán a legnagyobb, egyik legnagyobb egyházi ünnepkör napjait éljük, hiszen közeleg a húsvét. De ezt az ünnepkört az egyházak, a különböző felekezetek egy kicsit másképp ünneplik. Mi is a húsvét a református egyházban? Nagyon jó a fölvezetés. Egy valóban a legnagyobb ünnep. Sőt, inkább így mondom, hogy az origója minden ünnepnek. Hát ezt a kedves televíziót figyelők, és lehet, hogy ön se tudja, hogy a legelső ünnepe, és a legszentebb ünnepe a húsvét volt a keresztényeknek. Karácsony még sehol nem volt. Pünkösd még sehol nem volt, amikor már hétről hétre az Úr napján, amit mi vasárnapnak mondunk, de valójában az csak már egy hozadéka, egy eredménye annak, hogy a kereszténység megalakulása Magyarországon, a Magyar Királyság területén azért sajátos fölülről és nem alulról történt, és a fölülről való szervezésnek az eredménye az lett, hogy 10 falu építette egy templomot, és mivel mentek a vasárnap az úrnapján a templomba, egyúttal vitték magukkal a kis eladnivalót, és a mise után rögtön lett vásár is. És így a magyar ember általában a hasával és az anyagi forrásokkal gondolkodik. Lásd, húsvét, majd ezt is elmagyarázom. Éppen ezért az Úr napjából, a feltámadás napjából lett vásárnap, azaz vasárnap. Tehát az első ünnep az mindenképpen a feltámadás volt, mert hogy ez a feltámadás a Jézus történetnek, az evangéliumnak, az Isten és ember kapcsolat helyreállításának, annak az örvendetes üzenetnek, hogy Isten megkönnyörül az embervilágon, szeretés és az üdvösségét akarja, nem lemond róla, hanem fölemeli, és visszaengedi térni a maga családjába, ennek a kulcsmomentuma a feltámadás. Mert Jézus Krisztus kereszt halála, amit mi engesztelő áldozatként tartunk nyilván az evangéliumok alapján, hiszen a bűnért büntetést kell elhordozni, de senki nem képes a saját maga bűnért elegedő büntetést elhordozni, hiszen szóval, tettel, cselekedettel, mulasztással napról napra nő a bűnadósságunk az Isten törvényei szentségével szemben, és nem tudunk annyi jót tenni. Nincsenek felesleges jó cselekedeteink, senkinek nincsenek, hogy azt mondhassa, hogy én már annyira elegetettem, hogy van még néhány zsákkal, ezt kölcsön adom bárkinek. Mindenki a saját maga bűneiért sem tud eleget tenni Isten törvénye szerint, ezért egy tökéletesnek kellett, magának, egy istenének kellett, egy hibátlannak feláldoztatnia. Ez volt a nagypéntek. De a nagypéntek, a kereszthalál, egy áldozati halál igazából, amellett, hogy egy csodálatos és hatalmas és utánozhatatlan, de mégiscsak a feltámadással lett igazolva. Tehát erre mondta azt, vagy erre mondja azt a teológia, erre mondja azt a Biblia alapján a mi tanításunk, hogy az Atya a Fiú áldozatát a feltámadással igazolta. Tehát az, hogy meghalt Jézus Krisztus, azzal, hogy feltámasztatott, feltámadt, új életre kelt, újra élt, ezzel bizonyult, hogy Isten ezt az áldozatot, ezt a tökéletes áldozatot elfogadta. Helyettünk, miattunk érettünk. Tehát, hogy egy kicsit próbáltam érzékeltetni, hogy a húsvét, és ugye mikor volt a feltámadás? Harmadnap, péntek, szombat, vasárnap. Tehát az Úr napja, a feltámadás napja, nem véletlen, hogy például a szláv nyelvekben a Vaskresenje, az feltámadást jelent az oroszban. Ők megtartották, nekünk pedig ez az áthallás, ez a vásárnap, vasárnap egy kicsit nehezíti a megértést, és ezért úgy gondoljuk, hogy egyszer ünnepeljük egy évben, ami most ránk vár, de valójában minden vasárnap, minden úrnapján ünnepelték az első keresztények.
a feltámadást. És csak ebből deriválódott, ebből lett következtetve, hogyha ez a csodálatos feltámadás, ugye nagypéntekkel egyetemben, tehát a tökéletes áldozat és a feltámadás Jézus Krisztus személyéhez köthető, akkor mégiscsak a Jézus Krisztus személye is fontos, és ezért érdekes volt, hogy mikor születhetett meg. És 300 évvel később kanonizálták, hogy nem értünk vele egyet értelemszerűen, hiszen eltelt már 2000 év, de mindegy, kitaláltak egy olyan időpontot, amikor a leginkább lehetett azt mondani, hogy Jézus megszületett. Mi ezt nagyjából sejtjük, hogy nem december 24 volt az este, hiszen éjszaka kint voltak a pásztorok, téli időben a pásztorok nyájjal nemigen vannak kint, és azért a mai Izrael területe sem trópusi, tehát biztosan hideg volt, tehát valószínűleg inkább ez ilyen nyári időben lehetett, július-augusztus környékén, de minden esetre a feltámadás miatt, a húsvét miatt kezdtek el gondolkodni Jézus élet történetének egyéb eseményein. És a másik sátoros ünnepünk, a pünkös pedig pont arról szól, hogy 50. nap a feltámadástól. Pentekoszté, ez azt jelenti szó szerint a görögből átvéve, hogy 50. Tehát mindennek az origója, forrása a húsvét. Ezért nem eufémizmus azt mondani, hogy a legnagyobb ünnep. A legnagyobb ünnep. Mert minden ehhez képest pro és kontra szerepel a mi gondolatunkban. És az ünnepekre készülni szoktunk, hiszen nem csak egyik napról a másikra éljük meg ezeket az ünnepeket, a húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére is hosszú időn keresztül készülődünk, és gondolok itt, tehát különbözőképpen készülődünk. Igen. Rá, ugye másképpen készülődnek a katolikus hívek, a református hívek, másképpen készülődnek azok az emberek, akik nem tartoznak egyik felekezethez sem. A református egyházban a református hívek hogyan készül? Hát ez részben igaz, hogy másként, hiszen hát hogyan készülünk egy csúcs meghódítására? Hát hogyha az ünnepkörünknek, az ünnepes életünknek a maximuma, a legfelső szintje a húsvét, akkor nyilván az egy csúcs. Hogy lehet fölmenni egy hegyre? Hát meg lehet próbálni úgy, hogy kalandvágyból az ember mindenféle eszközök, accessoárok nélkül megpróbál fölmenni, teszem azt a kékesre, hát meglepetésben lesz része, mert az 1000 méter is elég magas. Éppen ezért a bölcs ember fölkészül. Ennek az előkészületnek sok minden a része, ezt mi egyetemesen úgy hívjuk, hogy bőjt. Ezért mondom, hogy tulajdonképpen ez általános, hiszen a bőjt, ez a nagy bőjt, ez a 40 napos előkészület, csúcsra való fokozatos följutás, ez ugye 6 hét, az számunkra is ugyanaz, mint egy katolikus testvér számára, ám bár itt különböztessünk meg római katolikus, görög katolikus és református katolikus, mert mindannyian katolikusok vagyunk, egyetemesek, felekezetileg megkülönböző az elnevezésünk. De ugyanaz a helyzet, mert mi is készülünk. Ennek a mi olvasatunkban, ugye mi mindig a Bibliát veszük alapul, tehát nekünk van egy könnyebbségünk, hogy nem kell kitalálni új dolgokat, hiszen elég jól ki vannak találva. Ugye a Bibliában mi a bőjt? És akkor van egy ilyen bibliai ige, hogy én azt a bőjtöt szeretem, mondja az Isten. Egy bibliai igében, Ézsaiásnál. Amikor a szíveteket megszaggatjátok, tehát nem ruhát, azaz nem külsőségek vannak. Persze a bőjtnek, a tisztítókúrának, a lemondásnak vannak testi dolgai. Hát ha valaki úgy gondolja, hogy neki az étkezés, az italozás, a dohányzás, vagy a szó, a beszéd, az ártalmas, mert sokat beszél, feleslegesen, akkor tartson szóbőjtöt, tartson alkoholtilalmat, tartson hústól való megtartóztatás, nem véletlen, hogy a magyar nyelven, ahogy mondom, mi a hasunkkal gondolkodunk, mert hogy a feltámadás napját, ugye mi drága őseink, akik mindig is szerették a húst, jól tették, én magam is azt hiszem, hogy ebben nem maradok le az ősöktől, úgy számoltak, hogy a 40 nap után végre lehet enni húst. Ezért a bőjt előtti napot úgy nevezték el, hogy hús hagyókedt, a latinban ez carne vale, viszlát hús,
innen van a karnevál szó, aztán eltelik 40 nap, és jön a húsvét, végre megint tehetek húst. Tehát ebből az intervallumból ez maradt meg a magyar ember gondolkodásában. Mi viszont a Biblia alapján azt mondjuk, hogy a megtartóztatás ezen isteni rend alapján, hogy nekem az a böjt tetszik, ami nem csak külsőség, az is lehet, de elsőrendben belső dolog, éppen ezért ez egy lelki zarándoklat számunkra. A református ember, tehát egy lelki zarándoklatot tesz, egyre jobban közeledik a csúcshoz. Éppen ezért vannak istentiszteletek, van úrvacsorázási lehetőség, bűnbánati alkalom, vannak elcsendesedések, kontemplációra alkalmak, lehetőségek, és szépen így haladunk el a csúcsig. Tehát a böjtben elsőrenden a lelki dolgok a fontosak, és a lelki dolgokban azért ott vannak a gondolatok, ott vannak a vágyak, ott vannak az indulatok, ezeknek a kezelése. És ehhez pedig tökéletes egy istentisztelet, tökéletes egy bibliaolvasás, tökéletes egy imádság. Tehát ez intenzív kúra, intenzív rákészülődés. Ez jellemző nálunk reformátusoknál. Esperes úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.